Na tehát sziasztok srácok, és üdvözöllek titeket itt az F1 2021-es videójátékban. A mai nap elkezdjük egy új sorozatunkat, mégpedig az F1 2021 Real Season Startot. A Red Bull Racing színeiben fogunk versenyezni, és ha bár én egy Max Verstappen rajongó vagyok, sajnos ő kimarad a buliból, ugyanis itt, mikor ezt megcsináltam, akkor még nem tudtam azt, hogy mikor csapatot választok, illetve versenyzőt, akkor igazából nem vele leszek, mert én azt hittem, hogy vele leszek, aztán pedig kiderült, hogy nem vele leszek, sajnos, hanem a saját karakteremmel. Miután átnéztem minden egyes beállítást, elkezdhetem megcsinálni a saját karakteremet. Én egyébként mindig ezt a karaktert használtam, és most így hangfelvétel közben jöttem rá, hogy igazából mi értelme van annak, hogy a Bahreini nagydíj az már hónapokkal ezelőtt meg volt tartva, stb., de én még most kezdek bele. Végül is egyébként igazatok van, de nem tudok mit csinálni. Audio nevet is választottam, ami nekem mindig a Davidson volt, illetve a 15-ös volt a rajtszámom. Itt pedig megcsinálom a saját kis Red Bullos sisakomat, és kiválasztottam mindent, szóval most már neki kezdhetünk az egésznek. Miután átnéztünk mindent, jöhet az, hogy megnézzük, hogy hogyan néz ki az autó. Igazából nem nagy cucc, mert évek óta ugyanaz. Miután megnéztük ezt a csodálatos autót, ami igazából nem tudom, hogy vagytok vele, de szerintem nagyon szép. Igaz, minden évben ez szokott lenni, de az most mindegy, szerintem gyönyörű ez az autó. Miután itt is átnéztünk mindent, mehetünk is az első szabad edzésre. Láthatjátok, hogy itt az első szabad edzésen megcsináltam ezt a programot, és igazából nem tudom, hogy a többit megcsináltam-e, arra már valahogy nem emlékszem, arra emlékszem, hogy ezt sikeresen befejeztem, és ezzel meg tudtam nyerni az első szabad edzés, az első versenyen. És itt is vagyunk már a Q1-ben, azért, mivel a következő kettős szabad edzést azt inkább skippeltem, és inkább úgy gondoltam, hogy menjünk át a Q1-re, menjünk át az időmérőre, ugyanis az úgy sokkal izgalmasabb lehet, meg stb. Itt egyébként megnézem azt, hogy Gasly kapott-e esetleg egy kis rajtrács büntetést, és köszi autó, hogy most mész el. Tehát itt megnézem, hogy Gasly kapott-e rajtrács büntetést, ugyanis eléggé feltart, meg állandóan neki megyek, mert nem tudom megelőzni, mert olyan helyeken tart fel. Itt egyébként Norris megfutja a leggyorsabb kört, és próbálok úgy, ahogy lassan menni, hogy annyira jó eredményt ne érjek el az időmérőn, és
még nagyobb kihívás legyen az autóknak is. Mindig akkor kell elmenni, amikor jövök, akkor veszek fel videót. Tehát, hogy annyira jó eredményt ne érjek el, és legyen valami kihívás is a versenybe, és bár itt nullásaikon mentem, megpróbáltam nem elfelejteni azt, hogy állítsam át 30-asra talán, de sajnos elfelejtettem, így a versenyen is nullásaikon mentem. Aikkal mentem. Most, hogy befejeztük a Q1-et, lépjünk is tovább a Q2-re. Egyébként a Q1-et megnyertem. A Q2-t már nem, mivel itt nem is igazán nyomtam a gázt. DRS sem használtam. Látjátok? De így is sikerült a leggyorsabb kört megszereznem, de Hamilton nyerte a Q2-t. Itt is vagyunk a Q3-ba, és itt a Q3-ba már annyira, de annyira nem akartam nyomni a gázt, ugyanis nem akartam megszerezni a pole pozíciót, hogy azt hiszem negyedik lettem. Vagy hát én igazából nem is tudom, annyira nem emlékszem rá, hogy hanyadik lettem, de azt tudom, hogy szerencsére nem lett meg a pole pozíció. Szerencsére. Ez tudom, egy kicsit hülye kijelentés, hogy hát úristen, nem akarok pole pozíciót szerezni. Akarok, csak mivel ez az első verseny, ezért inkább nem. Tehát legyen egy kis kihívás a versenyen, ne legyen ugyanaz állandóan, hogy állandóan poleból indulok és akár megnyerem, de itt megelőz Hamilton, itt pedig bejövök pontosan a hatodik helyre. Bár én mentem még egy kört a Q3-ba, nem tudom, hogy hanyadik helyet szereztem meg. Lehet, hogy a negyediket is úgy emlékeztem, azért emlékeztem a negyedik helyre, de mindjárt, ahogy megnézzük a rajtrácsot, kiderül, hogy hanyadik helyre sikerült kvalifikálnom magamat. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities. It could be a strategic race, this one, with Sakir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some points during the Grand Prix. So here we are in 2021 at the start of another Formula One World Championship. It all begins here, Mercedes looking to retain their hold on the title. Red Bull seeking to secure their position as the main contender for that title. Ferrari no doubt hoping for a fresh start following their difficulties last year. And elsewhere on the grid, the prospect of some really exciting battles, including between the newly rebranded Aston Martin and Alpine teams. Lots to discuss then with Anthony Davidson, who's joined me in the commentary box for today's event. It's good to be back, Crofty. Let's hope for some good racing today. We can't know at this point how competitive these teams are relative to each other, but hopefully nobody is able to run and hide. We want to see these drivers pushing to the limit all the way to the checkered flag. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Perez, Ricciardo, Charles Leclerc and Sainz, Vettel, Norris, Stroll and Davidson, Gasly, Tsunoda, Fernando Alonso and Ocon, Raikkonen, Russell
Antonio Giovinazzi and Nicholas Latifi, Mazepin and Mick Schumacher. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. No, tehát akkor itt is vagyunk a verseny napján. Én egyébként mindig felszoktam így venni a benzint, és őszintén ezzel az időmérős 10. helyjel nem biztos, hogy maradhatok majd a Red Bullba. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Na, mindegy. Egy 25%-os futamot fogunk menni, kérem szépen. Na, nézzük, jönnek a piros lámpák, én már nyomom a gázt, és kialszanak a piros lámpák, és úgy, hogy rosszul kapta el az AI rajtot, viszont Gasly nagyon jól kapta el, én itt próbálok bebújni, de nem sikerül, ezzel nagyon sok pozíciót veszítek, de próbálok itt is bebújni, és úgy, hogy sikerül, de lemegyek a fűre. És kaptam egy warningot, miszerint összeütköztem Cunodával, bár nem tudom. És most próbálom megelőzni Stroll, próbálom megelőzni Norris-t is. És kicsit összeértünk, de sikerült. Vettel, Ricardo van előttem. Őket már egy kicsit nehezebb lesz megelőzni, mivel Norris ott jön mögöttem. Megpróbálok bebújni oda, megpróbálok, és végül sikerül megelőznöm Sebastian Vettelt, és még talán Ricardo is összejöhet. És lenyomtam egy kicsit a pályára a Ricardo, de az nem gond szerintem. Bár lehet, hogy a valóságban büntetést adnak, érte, de mivel ez nem a valóság, ezért nem kapok büntetést. De így sikerült megelőznem. Charles Leclerc van előttem, meg tudom-e előzni, Itt jön Carlos Sainz, hát ez egy sima előzés volt. És itt jön Lewis Hamilton és a csapattársam Sergio Perez. És Valtteri Bottas vezeti a versenyt, és Hamilton kicsit befékez előttem, ezért összeérünk. De szerencsére nem tört le az első szád, meg nem szólt Jeff, hogy új stratégiát kéne változtatni. Megelőzöm Perezt. Bottas megfutja a leggyorsabb kört. Mi itt hatalmasan csatázunk Perezzel és Hamiltonnal. És összeérünk Hamiltonnal. Majdnem meg is pördültem, de sikerült megfognom az autót, és nincs összetörve szerencsére az első szárny. De nagy nehezen tudtam csak megfogni ezt az autót. De mindegy, most újra rápróbálkozok Hamilton megelőzésére. Most sikerülni is fog, ugyanis kicsit letoltam a pályáról Hamiltont. De ha már ő ezt megcsinálta a Verstappennel, mert azt megcsinálta Verstappennel, akkor én is megcsinálom vele. Itt jön Bottas. Kicsit befékez előttem, ezért összeérünk. Meg tudom-e előzni? És ott bebújok, de nem tudtam volna, mert vissza kellett volna adnom a pozíciómat. Közben Hamilton itt jön mögöttem, de nem igazán bír megelőzni. Nézek hátra éppen. De itt jön Bottas, megint belassít előttem, megint meg kell kérdeznem Jefftől, hogy össze van-e törve az autó, de szerencsére nincs, és ezért átveszem a vezetést. Itt egy kicsit beletekertem pontosan az 5. körbe, ugyanis megcsúszok, és ezért sárga zászló van, de meg tudom fogni az autót, viszont Hamilton, Bottas, Perez és Sainz egyre közelebb kerül emiatt hozzám, ráadásul itt jön egy autó. Nagyon jó. Ráadásul még egy warningot is kapok, és Hamilton Hamilton lágy gumikon van, és az a leggyorsabb gumi, viszont az a leggyorsabb gumi, de az
az is kop a leggyorsabban. Ugye hát ez a valamiért, és pontosan a hatodik kör végén ki kell mennem a boxba. Szóval, hatodik kör végén ki kell mennem a boxba. Push now, we're boxing this lap. Szólt is nekünk Jeff, hogy ebben a körben ki kell jönni a boxba, és bár azt is mondja, hogy a gumi állapota jelenleg jó, de ki kell jönni a boxba. Hát oké, jó, de az egy idő után elkopik ugyebár, és akkor már nem lesz jó a gumi, és ezt most miért is mondtam, mert hát ti úgyis tudjátok ezt gondolom is. Na mindegy. Tehát akkor jöjjünk is ki a boxba, és nézzük meg, hogy mit tud a Forma 1 leggyorsabb box csapata, vagy szerelői. Hát, 2 másodperc, hát ugye a rekord az 1.8 vagy 1.9. Nem tudom, minden esetre eddig úgy tűnik, hogy csak én jövök ki a boxba. De nem, meg jön Hamilton is a boxba. Én egyébként most médiumra váltottam. Tehát közepesre. És kijön Hamilton a boxba, és úgy tűnik, hogy Hamiltonon kívül jön még egy McLaren is, ha jól látom, meg egy Aston Martin, meg egy Ferrari, akkor meg jön egy autó. Túl sok autó jön itt mostanában, mi van itt? Tehát kijött akkor Hamilton, Stroll, illetve Leclerc, hogyha jól láttam. A 9. körig kellett lapoznom, úgymond. Ugyanis itt történt egy izgalmas dolog, ugyanis Hamilton megpördült, és ezzel az utolsó helyre esett vissza, Nézzük, mi történt vele. Megütötte az első szárnyát, illetve meg is pördült, mivel túl nagy volt a kigyorsítás. Emiatt a danedézzük miatt bocsánat, csőcsönő rajongók, ezt véletlen mondtam. Itt most, nem tudom, most másik versenyzők szemszögéből. Igen, itt most másik versenyzők szemszögéből, vagyis hát nem a szemszögéből, hanem Hamilton szemszögéből. Nézzük, ahogy veszélyesen kijön a pályára. És feltartja azt a McLarent, és Vettellel is majdnem összeütközött, tehát szerintem ezért a valóságban büntetés járna, ha jól tudom, ugyanis illegálisan jött, vagy nem is illegálisan, hanem veszélyesen jött vissza a pályára. És állandóan elmennek az autók. Mindegy. Most azt néztem, hogy Pereznek volt-e box kiállása, de úgy tűnik, hogy nem volt Pereznek egyetlen box kiállása sem. Ezért Bottas meg tudja előzni, viszont ő már engem nem tudna megelőzni, mivel 1 percre van tőlem. Vagyis hát még nem, de hamarosan 1 percre lesz tőlem. Bottas, és innentől már semmi izgalmas nem történik, szóval menjünk át az utolsó körre, ugyanis ott még lesz egy izgalmas dolog.
Itt is vagyunk az utolsó körben, és szinte az utolsó kanyarok, és nézzétek meg, mi történt. Pontosan, megdobott az autó, úgyhogy első voltam, szinte utolsó körben. Viszont én ezt nem hagyhattam annyiban. És inkább használtam egy flashbacket, mert hát értitek, utolsó kör, szinte utolsó kanyarok, első vagyok, és Boszkó ugat. Nos, hát igen. És hát ez nem volt egy annyira izgalmas futam, mint ahogy David Croft mondta, bár ő a szezonra értette, és lehet, hogy a szezon az izgalmas lesz, viszont itt jövünk a célegyenesben. Egy kicsit lemegyek, oda megyek közel a csapathoz, és megnyerem a Bahraini nagydíjat. Was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Red Bull today. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? I think the key here was just the quality of the racecraft, you know. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere, and it's fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close walk battles on track. It's what all the fans are after. Így visszagondolva, mégis izgalmas volt ez a futam, de felhoztam a telefonomat ide a dobogóra, és hát én ezzel a győzelemmel búcsúznék tőletek. Nem tudom, hogy mikor jön a következő rész, és már megjön egy autó, tehát nem tudom, hogy mikor jön a következő rész, ugyanis nyilván a következő rész majd akkor jön, mikor bejön a az Imola és társai DLC. De addig én nagyon szépen szeretném megköszönni a figyelmet, és sziasztok, srácok!